Közelmúltban kaptál egy nagyon komoly elismerést itt Ausztriában. Elismerték a munkádat. Mi ez pontosan, és miért olyan nagyon fontos dolog számodra? Hát ez egy életműdíj, amit a játékosok és az edzők szavazat alapján minden évben kiosztanak. Ugye most elvileg nyáron a profi pályafutásomat lezártam. Ebből kifolyólag ugye ez számomra is aktuálissá vált, és három volt játékos közül igazából rám esett a legtöbb szavazat, úgyhogy tényleg ez nagyon nagy megtiszteltetés, hogy idén rám esett a választás. Szerinted miért rád vagyok rá? Szerinted miért gondoltak rád? Miért te kaptad? Ez azt hiszem, hogy ez már csak inkább szimpátia kérdése. Tehát mind a hármunknak azért elég komoly pályafutás volt a háta mögött, tehát mind a hárman egyformán megérdemeltük volna. Azt hiszem, hogy ez most inkább a szavazó játékosok és edzők talán szimpátiáján múlott, hogy most rám esett a választás. Ha rám hallgatnak, ne higgyenek neki. Azért, mert valaki szimpatikus, még nem kap életműdíjat. Különösen Ausztriában, külföldiként. Ráadásul magyar labdarúgóként. Sáfár Szabolcs pályafutása ezért is különleges. Még sincs benne semmi szürreális. Talán egy kicsit korábban érő típus is voltam, tehát elég fiatalon ráéreztem, hogy érdemes ezzel a sporttal komolyan foglalkozni, csak akkor lehet elérni komolyabb eredményeket. És pont ezért attól függetlenül, hogy fiatalon kerültem be, sikerült olyan szintre eljutnom, hogy rögtön benn is ragadjak az első csapatba. És hát mindig voltak a pályafutásom során lépések, amikor egyik szintről a másikra tovább tudtam lépni, és ennek köszönhetően mindig volt valamilyen motivációm, ami tovább segített a nehéz időszakokon is. Vasasfüggő lettél? Vasasfüggő? Igen, ez már évek óta van egy szlogen a Vasasnál. Te más magyar csapatban nem játszottál, nem védtél? Nem. Mit kaptál te a Vasastól? Hát nagyon sok mindent, nagyon jó lehetőségeket, nagyon jó edzőket. Úgyhogy hálás is vagyok emiatt, és amikor időm engedi, otthon is megfordulok, és elmegyek a Vasas stadionba is. A szerepléstől függetlenül most idén is voltam, másodosztályú meccsre ugyanúgy eljárok, úgyhogy azért igyekszem valamilyen szinten a nevelőegyesületemmel tartani a kapcsolatot. A nevelőegyesülethez nevelő is dukál. Tamás Gyula kapusedzőtől kapta a megfelelő szakmai alapot, és talán még annál is többet. Már gyerekkorom óta foglalkozott velem, majd ő vitt föl az első csapat keretéhez is, amikor akkor már az első csapatnak az edzője volt, majd később Salzburgba is töltött velem egy fél évet, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem az egész pályafutásomat végigkísérte. A fiatal Sáfárra természetesen felfigyeltek a korosztályos válogatottaknál is. Tehetséges évjárat volt az övé többek között Lisztessel, Dárdaival, Rutkával, Dombival, amely kijutott az 1996-os atlantai olimpiára is. Ez a pályafutásom egyik legszebb és legemlékezetesebb része, azt hiszem egy ilyen nagy tornán részt venni, ez mindenképpen maradandó. A brazilok ellen mindenféleképpen, ahol tényleg a világsztárok ellen mutathatta be az ember a tudását, és úgy gondolom, hogy ezért helyt is álltunk. Egészen a Sebők-Vili kiállításai 2-1 volt, aránylag szoros volt, 1-0-as vezetés után még sikerült, vagy hátrány után sikerült meg kiegyenlítenünk. Úgyhogy aránylag tényleg egy világsztárokból álló csapat ellen
helyt tudtunk állni, úgyhogy mindenképpen egy összeszokott jó társaság volt. Aztán én úgy gondolom, hogy annak az egységnek ez az összetartás alapozta meg, attól függetlenül, hogy szerintem szakmailag is abban az időben Európa elitjéhez közeli szinten voltunk. Talán ennek is köszönhetően, amíg mindössze 22 éves Sáfár Szabolcssal a kapujában vágott neki nemzeti válogatottunk a soros világbajnoki selejtezőknek. Mindösszesen két találkozó nem Sáfárral kezdődött a magyar csapat összeállítása. A norvégek ellenén idehaza és a jugoszlávok elleni pocselejtezőn Belgrádban. Az utóbbin már túl a budapesti egyhetes megalázó veresége. Ez is egy olyan mérkőzés, amit az ember soha nem fog elfelejteni, és soha nem tud úgy gondolni rá, hogy ez egy mérkőzés volt a sok közül. Sajnos az ilyen rossz emlékű és nagyon nagy vereségek is ugyanúgy hozzátartozik az ember pályafutásához, és ugyanúgy fel kell vállalni, mint a sikereket. Azt hiszem, hogy az a fontos, hogy az ember ezek után is tovább tudjon lépni, és tudjon belőle tanulságokat levonni és tanulni belőle, attól függetlenül, hogy ez ekkor még eléggé fiatal voltam, tehát még azt is lehet mondani, hogy a pályafutásom elején, úgyhogy ez egy nagyon nagy pofon volt, ami után ugyanúgy fel kellett állni és ugyanúgy tovább csinálni a dolgomat. De már nem a magyar válogatottnál, ahol gyakorlatilag elfelejtették Sáfárt. 1997-ben 23 évesen Salzburgba igazolt, innentől kezdve pedig 17 éven át volt az osztrák élvonal egyik legjobb kapusa. A szakemberek szerint képességei és szorgalma alapján nívósabb bajnokságban lett volna a helye, azonban az égiek valamiért másképpen akarták. Már csak alá kellett volna érni elvileg a szerződést, és akkor Németországba igazolhattam volna, és ezen az első bajnoki mérkőzésen, amin én mindenképpen szerettem volna még részt venni, hogy normál körülmények között el tudjak a szurkolóktól is búcsúzni. Talán egy 7-8 perccel a vége előtt egy pont az Ausztria Wien ellen játszottunk. Egy 11-est ítéltek meg ellenünk, amit sikerült hárítanom, de sajnos egy szerencsétlen mozdulat révén kifordult a vállam, úgyhogy emiatt ez a komoly lehetőség útba esett. Tehát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a két klub által már aláírt szerződésed kútba esett egy bal szerencsés sérülés miatt. Így van, már fél évet ki kellett hagynom. Ebből hogy jöttél te vissza lelkileg? Hát nem volt egyszerű feldolgozni, mindig azzal vigasztaltam magamat, hogy mégis egy olyan klubba visszakerülni a csapatba azért mégis egyszerűbb, ahol már éveken keresztül az ember bizonyított, úgyhogy ha már sérülés ért, azért még mindig jobb, hogy Salzburgba ért, és nem egy pár héttel vagy hónappal később Gladbachba. A másik oldalon meg azért éreztem magamban annyit, hogy higgyek benne, hogy esetleg jön majd egy második lehetőség. Ami meg is jött, Spartak Moszkva, de ott oddan se jöttél, abból se jöttél ki túl szerencsésen. Nem, hát azt igazából egy kalandnak fogtam föl. Azért arról lehet tudni, hogy azért a Spartak Oroszországba is egy komoly csapatnak számít. Úgyhogy szakmailag mindenképpen előrelépést jelentett. Azon kívül ugye 6 évet már leúsztam Salzburgba, úgyhogy szerettem volna azért új tapasztalatokat szerezni. És hát nem akartam semmiképpen olyan helyzetbe kerülni, hogy később esetleg fel tudjam magamnak róni, hogy itt volt ez a lehetőség, és nem próbáltam meg. És úgy gondoltam, hogy ha minden esetleg balul sül ki azért Ausztriába, vagy Magyarországra még visszajöhetek, ami ugye később is következett, úgyhogy mindenféleképpen úgy voltam vele, hogy ebbe a kalandba bele kell vágni, aztán majd meglátjuk, hogy sül. És mi volt a baj?
Hát nagyjából minden. Nagyjából minden. Maga az moszkvai élet se nagyon tetszett nekünk, megjött be. Pláne ugye akkor volt a lányom 2,5 éves, kisgyerekkel azért egy ilyen óriási városban nem könnyű boldogulni, pláne úgy, hogy az Egyesület nem is volt túl segítőkész, pont ebből kifolyólag azért a beilleszkedésbe, lakás, nyelv, egyéb dolgokba se nagyon álltak a rendelkezésemre, úgyhogy ebből kifolyólag olyan teljesítményt sem tudtam nyújtani, majd hát ugye a megállapodott anyagi feltételeket sem teljesítették, úgyhogy semmi nem szólt amellett, hogy maradjak. Te döntöttél egyoldalúan? Igen. Egyoldalúan. Ausztriában akkor is nyitott ölekkel vártak? Tehát nem volt ez a probléma? Visszajön? Nem volt probléma. Egy hely megüresedett, és hát azt hiszem közelebb Magyarországhoz, mint Bécs, nehéz egy külföldi jó csapatot találni, úgyhogy nem is kellett ezen sokáig gondolkodnom. Az Ausztria Wiennél eltöltött évek alatt a sikerek sem maradtak el. Bajnoki cím, 4 osztrák kupa diadal és 4. döntő az UEFA kupában. Ma már az osztrák harmadosztályban vezet le Sáfár. A Récény magasan vezeti csoportját, így akár jövőre a másodosztályban tűnhet fel a még mindig csak 40 éves hálóőrneve. Bár felvázoltam neki egy másik lehetőséget is. Fikció. Tegyük fel a Vasas feljutás osztályba most jövőre tavasszal, és jön egy megkeresés, hogy a Vasasnál a következő szezonban az első osztályban kéne védeni. Én mindig azt mondtam, hogy minden ajánlatot meg kell hallgatni, végig kell gondolni, úgyhogy nem tudhatom, hogy következő nyáron milyen helyzetbe kerülhetek, úgyhogy anélkül, hogy én egy lehetőséget meghallgassak, mert hát gondolják, biztos, hogy nem fogom elutasítani. Ami nehézség az ugye, hogy 3 évet töltöttem Innsbruckba, és akkor 3 évet a családtól távol éltem. Pont emiatt is szerettem volna most a nyáron vissza jönni Bécsbe. Esetleg a távolság miatt ez nehézségekbe ütközhet, de a gondolattal mindenképpen érdemes foglalkozni.